Alig egy hónapja jelentette be a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja, hogy hamarosan mintegy 7,5 milliárd forint értékű beruházás kezdődhet el a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumban, valamint a Máté Szalkai Gépészeti Technikumban. A Budai Nagy Antalos diákok számára már is újabb jó hír, hogy az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetemmel. Szabó György, az egyetem rektora úgy fogalmazott, nem csak a szakemberképzés, hanem a társadalmi szerepvállalás is fontos küldetése az egyetemnek. A mostani megállapodás az egyetem óvó és tanítóképző intézetét kapcsolja össze a nagykállói óvodai nevelő technikus képzéssel. 2023. októberében keresett meg engem a Máté Szalkai Szakképzési Centrum vezetője és a Budai Nagy Antal Technikum és Kollégium igazgatónője, és azzal, hogy megkapták a hivatalos engedélyt erre az óvodanevelő technikus képzésre, és azt kérdezték tőlem, hogy milyen kedvezményes továbbtanulási lehetőséget tudnánk biztosítani az óvodai nevelő technikumot végzettek számára. Itt kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor milyen közös programot tudnánk kidolgozni, és ez a közös program kapcsán végig tekintettük egyáltalán, hogy az óvodai nevelő technikumot végzetteknek milyen a képzési programja, ezekben milyen tantárgyak szerepelnek, és melyeket tudnánk beszámítani. Az együttműködési megállapodás lényege, hogy a Budai Nagy Antalban 2024. szeptemberétől induló óvodai nevelő technikus képzésben már a 10. osztálytól megjelennek a szakirányú tárgyak, így az innen egyetemre kerülő hallgatók hamarabb, mindössze 2 év alatt megszerezhetik az óvodapedagógus diplomát. Halkóné Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja azt mondta, az óvodapedagógus szakmár most is az egyik legnépszerűbb az egyetemre jelentkező diákok körében. Az óvó és tanítóképző intézetnek jelenleg 487 hallgatója van, ebből 323 óvodapedagógus szakon. Az elmúlt évben vettünk fel a legtöbb óvodapedagógus szakos hallgatót, nagyon-nagyon megnőtt a kereslet az óvodapedagógus szak iránt, főleg a levelező tagozaton. Tehát elsősorban a hallgatóink munka mellett vállalják a továbbtanulást. Az idén pedig most folyik az alkalmassági vizsga éppen az intézetünkben ezen a héten, és 639 hallgató jelentkezett óvodapedagógus és tanítószakra. Itt is a mai napon például én csak óvodapedagógus szakos hallgatók, tehát jelentkezőket vizsgáztattam, és többségük szintén levelező tagozatra szeretne jelentkezni. Tehát nagyon népszerű, de elsősorban mondom, a levelező tagozaton vállalják a továbbtanulási lehetőséget. Nappali tagozatra első helyes jelentkezünk 30 fő. A szakember hozzátette, a szak népszerűségében fontos szerepet játszik, hogy a pedagógusok béremelésének, valamint a 25 éven aluliak SZIA mentessége következtében egy pályakezdő óvodapedagógus ma nettó 530 ezer forint körüli bérezésre számíthat. Ugyanakkor a képzés azok körében is népszerű, akik nem terveznek hivatásszerűen gyermekekkel foglalkozni, de a munkáltatójuk elvárja valamilyen diploma meglétét, ezért levelező szakon valamely pedagógiai szakot választják. Ráadásul a diploma megszerzését egyes munkáltatók automatikusan magasabb fizetéssel jutalmazzák.